Sziasztok, ebben a mai videóban pár érdekességet hoztunk a legújabb filmünkről. Szóval az ötlet hogy jött? Az ötlet úgy jött, hogy már elkezdtünk készíteni egy dokumentumfilmet, amit sajnos technikai okok miatt nem tudtunk befejezni. És ezért gondoltuk azt, hogy akkor készítsünk egy olyan filmet, amit könnyen meg tudunk valósítani. És ebből jött a sci-fi. Nos igen, a sci-fi ugye nem feltétlenül a könnyen megvalósítható filmek csoportjába tartozik, de jelen helyzetben ez még mindig könnyebb volt nekünk megvalósítani, mint a dokumentumfilmet. És elkezdtünk agyalni a történeten, és hát igen, kijött egy elég egyszerűen megvalósítható történet, amit el is kezdtünk forgatni egy pár héttel a kitalálása után. Szereplők. Ugye a filmben három szereplő tűnik fel, én, Jonathan és a fekete ruhás férfi. A filmben ugyanúgy testvérek vagyunk Jonathannal, mint a valóságban. Ki a fekete ruhás férfi? A fekete ruhás férfi, ő a történetünknek a fő gonosza, és a további részekben fog kiderülni, hogy neki mi lesz a feladata, és hogy ő kicsoda. A film jövője. A film a jövőben valószínűleg át fog menni sorozattá, mivel több évadot is tervezünk neki. Az évadok nagyjából négy részesek lesznek, és összefüggő történeteket fognak bemutatni. Végezetül, hogyan készült a film? Hát nehezen, de most tudom, hogy nem erre vagytok kíváncsiak, ezért meg fogunk most nektek mutatni pár jelenetet, hogy hogyan készült a film. Nézzétek ezt a videót, ha még nem láttatok a filmet, akkor feltétlenül nézzétek meg. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!